Apostoli látogatásának csúcspontjaként nevezte meg Ferenc pápa a békéért és kiengesztelődésért bemutatott szentmisét augusztus 18-án a szőuli székesegyházban. A misén elsősorban Észak- és Dél-Korea kiengesztelődéséért imádkoztak, de a hívek könyörgésekor a Szentatya arra is felhívta a figyelmet, hogy imádkozzanak Filoni bíborosért, aki Irakban tartózkodik, valamint az ott élő keresztényekért, akik otthonuk elhagyására kényszerülnek. Az evangéliumhoz kapcsolódva Ferenc pápa kiemelte, a megbocsátás a kapu, amely elvezet a kiengesztelődéshez, majd összefoglalva üzenetét elmondta a híveknek, hogy bízzanak Krisztus keresztjének hatalmában.